aki maszkot. Ó, bocsánat. Mindenkinek maszkot kell húznia, aki a véradó helységben tartózkodik. Kivétel nincs, a szigorítást még a koronavírus járvány idején vezették be. Gyors önbevallásos egészségügyi kérdőív, majd orvosi vizsgálat előzi meg az apró tűszúrást. A legtöbb önkéntesen segítő hivatali dolgozó már rutinosnak számít. A honvédségnél, mivel annak idején két nap szabikat lehetett érte kapni, ezért elég sűrűn meglátogattuk, ahogy csak lehetett egy évbe. Azt a férfiaknál ez négyszer lehet egy évbe, tehát az elég sok szabi. Annal kezdődött, és utána már folytatódott tovább. Egy véradó akár három másik ember életét is megmentheti, ez is többeket motivál a szekszárdi városházán. Éppen most mondták, hogy ez a 19. véradásom, és most például a legutóbb is ismerősök mondták, hogy sajnos műtét volt, egyéb volt, mondták hány egység vért adnak, most hogyha ezt a vért nem adja oda valaki, akkor hogy műtik meg az embereket, tehát tényleg életeket lehet menteni az a helyzet. A polgármesteri hivatalban már régóta hagyomány, hogy néhány havonta véradásra hívják a segíteni akaró kollégákat. Azért tartjuk fontosnak, mert az egészséges vér felhasználható kórházi ellátásoknál műtéte során, és fontos, hogy ezzel segítsük az egészségügy működését. Meg azt is fontosnak tartjuk, hogy példamutatásképpen társadalmi felelősségvállalás jegyében minél népszerűbbé tegyük, hogy igenis a véradás fontos, hasznos dolog az egészségügy és a társadalom működésében. A szekszárdi városházán ezúttal közel 20-an nyújtották a karjukat, hogy másoknak segítsenek.